Reggel 7 óra van, és mi itt vagyunk Pilisszentkereszten a túránk induló pontján. Mai tervünk felmenni dobogókőre, majd prédikálószék és a vadállóköveken keresztül lejutni a rámszakadékba. Majd ismét fölmegyünk dobogókőre, és így fogunk visszaérkezni ide Pilisszentkeresztre. Szép kis terv, elméletileg 32 km és 1200 méter szint vár ránk a mai napon. Piros jelzésen haladunk, dobogókő felé, jó kis szuszogó, kellemes, kis emelkedő, izzasztó. A bemelegítő szakasz bizony kiverte az álmosságot szemünkből, miközben a hosszú hegy felé gyalogolunk ezen a koratavaszi, ködös, hűvös reggelen. Utunk mellett most épp száraz patakmederben szépen kopott kőzet kelti fel a figyelmünket, minket egy indián fejre emlékeztet. Utunk első pontjától 2 kilométerre fakitermelésre emlékeztető táblával találkozunk, majd a jól ismert farakásokkal, itt szerencsére nem tarvágást alkalmazott az erdészet. Olyan, mint hogy hatalmas nagy köd lenne errefelé, de valóságban ez nem így van, csupán az a pára csapódott le a lencsén, ami a kabátujjamból jön kifelé. Egy húzós emelkedő van mögöttünk. Itt megálltunk pihenni egy fakitermelésnél. Az az illat, amit nem tudok nektek megmutatni, az pedig az, ami a frissen kivágott fából jön. Zoli azt mondta rá, hogy olyan, mintha ilyen savanyúság lenne szétszórva az erdőbe. Pedig ez nem az. Jó hétvágyat! Előbb már azt gondoltuk, megúsztuk a dagonyát, de most beleszaladtunk egy újabbba. Hát ez igencsak bokáig ér. Sár, cuppog, húzza a bakancsot, ebbe élvezett a túrázás. Dobogókőhöz közeledve összefutnak a turistautak, hogy egymás mellett érkezzenek a magyar turista mozgalom egyik kiemelkedő szentélyébe. Megérkeztünk Dobogókőre, a hőmérő -2 fokot mutat. A nap sült, igaz a melegét még nem érezzük, viszont megyünk tovább prédikálószék felé. A napocska sugaraival érkezünk a Báró Ötvös Lóránd menedékházhoz, ami hazánk egyik legrégebbi turistaháza a Visegrádi hegységben. Létrehozója és tulajdonosa a Magyar Turista Egyesület. A menedékház felavatására 1898. június 5-én került sor. Nevét az MTA első elnökéről, Báró Ötvös Lórándról kapta. A fából készült épület manapság turista múzeumként működik. A kőépület 1906-ban készült el, befogadó képessége csúcspontján elérte a 150 főt. A menedékház mögött található a magyar turista mozgalom egyik megalapítójának, dr. Téri Ödönnek az emlékműve. Ő az az orvos, turista és hegymászó. Ő az a turista, orvos és hegymászó, aki elsőként mászott meg több csúcsot a Magas Tátrában. A menedékház mögött található a magyar turista mozgalom egyik megalapítójának, dr. Téri Ödönnek az emlékműve. Ő az a turista, orvos és hegymászó, aki elsőként mászott meg több csúcsot a Magas Tátrában.
Dobogókőtől 42 perc alatt érünk Királykúthoz. A forrás most épp nem működik, így vízkészletünket nem tudjuk utántölteni. A padoknál viszont kényelmesen tudunk falatozni. Azonban egy óvatlan mozdulat... A fenébe... Kisebb baleset történt, hogy kivettem az elemózsiámat, leesett az egyik büdögém, és a tészta kiborult a földre. Mivel mákos tésztát hoztam, és szinte ez az összes kajam is sönös összekeszedni. Van benne egy-két levél, meg ilyen avar darabok, hát nagyobbakat azért próbálom kiszedni belőle, ezt azért nem akarom megenni. Még jó, hogy nem a mákot borítottam ki, mert a tésztát viszonylag könnyű volt összeszedni a földről, hát a mákkal már bajosabb dolgom lett volna. Nem is korcog a foga maradt, tök jó. Zoli, kérsz mákos tésztát? Ja, most kihagyom, köszi. Ilyen finom még sose volt. Király. Zolikám, jól laktál? Hát szerintem jobban, mint a földes mákos tésztával. Hogy nem kérti belőle? Hát nem tudom, nagyon megpolírozta volna a fogamat. A következő állomás szép kilátásra hívogató prédikáló szék. Arra gondoltam, mondok valami okosságot, így felfelé a prédikáló szék felé, de ne haragudjatok, de ezzel a tempóval örülök, ha levegőt kapok. Felérve a kereszt, ez a panoráma tejfehér ürességből áll. Pár perc múlva viszont ablak nyílik, ekkor szemünk elé tárulnak a magas Börzsöny felhőkből kikandikáló csúcsai. A Dunakanyar ezúttal pihepuha felhőtakaróba burkolózva húzódik köztünk és a szomszédos hegység között. A lefelé vezető úton sietősen futva érjük el a vadállókövek sziklacsoportját. Mintegy 12 millió évvel ezelőtti vulkanikus működés eredményeként jött létre a terület. A meglehetősen omladékos és kies helyen lévő sziklalakzatokat főleg a 20. század elején látogatták a magyar hegymászók, mint mászóiskolát. A mi célunk ezúttal nem a gyönyörködés, amilyen gyorsan csak tudunk, húzunk lefelé a meredek, nedves, csúszós kövekkel tagolt agyagos úton. Hat órája gyalogolunk és túljutottunk utunk féltávján, miközben 56 percnyi videót készítettünk. A Szentfa kápolnána is forog a kamera, a mendemonda szerint 1885. május első vasárnapján két dömösi kislány libákat legeltetett a falu mögötti mezőkön. Lepihentek egy bükkfa alatt és... Ó, most látom, mennyi az idő. Na, ezt kihagyjuk, meg ezt is. Nos, folytassuk a rámszakadékkal, az elég izgalmas lesz. Lenyűgöző természeti szépsége és sziklás formavilága teszi hazánk legkedveltebb kirándulóhelyévé. Bla, bla, bla. Gondolom ezt már nem kell elmondani, hiszen minden fórumon ugyanaz olvasható erről a helyről. Összefoglalom inkább pár mondatban. A rámszakadék nem más, mint vulkáni eredetű andezi törmelékes brecsába mélyülő, nagyjából észak-dél irányba futó sziklákkal és patakokkal díszített, egykoron nehezen járható árok. Napjainkban korlátok és létrák segítségével még a nagymamám is könnyedén végigmegy a szurdokban, de tessék itt óvatosnak lenni, sok vagány, felelőtlen kirándulót mentenek innen. Jaj, Zoli, mikor voltál itt utoljára? Hát már nagyon régen. Akkor még talán nem volt ennyire képült, volt egy-két lánc. Nagyobb akkosa volt. Ideje volt már eljönni erre. Hát már jó. Most kevesen vannak szerencsét. Megyünk vissza, dobogókőre. Aztán jön a kocsi. Jó lesz. A következő fejezet a Rámhegy.
A legenda szerint a Pilisben, Dobogókőn és környékén található a Föld szívcsakrája, egészen pontosan a Rámhegyen, a Ferenci sziklánál. Aki a szívcsakra közelében tartózkodik, az feltöltődik energiával. Történnek csodák, van, aki kegyelemben részesül a nevezetes helyen. Mindez szépen hangzik. Zoli, tiéd a pálya. Na, ezt egy kis kavicsot, csak ezt egy kis kavicsot, gurítsd már le. Próbáld meg, gurítsd le. Nem olyan nagy ez a kavics. Tényleg csoda történt, nem bírtuk legurítani a sziklát, a kőművesek jó munkát végeztek. Már csak egy kaptató van hátra, és hopp, villog az akkumulátor. Na, ennyit a feltöltődésről. Túránk utolsó emelkedőjéhez érkeztünk, megyünk föl vissza Dobogókőre. Reggel -2 fok volt. Négy snitre azért maradt még energia. Nem meredek. Mi a helyzet, Zoli? Nagyon durván fölmelegedett az idő reggel óta. +2 fok. Már +2? Veszem is lapulcsit. 32 km és 1200 méter szint után visszaérkeztünk Pilisszentkeresztre. Itt a vége, fuss el véle, megyünk pihenni.